pont A szintjén. Folytatódik az újabb oltási akció ma délután, holnap pedig egész nap ismét időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet kérni az oltást a kórházi oltópontokon, valamint a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az M1-en azt mondta, hogy az Omikron variáns gyors terjedése miatt a következő időszakban robbanásszerű esetszám növekedés várható. Kicsit az elején még izgultam, de nem kellett volna. Ajándékkal kedveskedtek a Miskolci Oltóközponton a 300 000. Oltakozónak. A kisfiú szülei azt mondták, egyértelmű volt, hogy amint lehet, a gyerek számára is kérni fogják a védőoltást. Természetes volt, hogy beoltjuk, mivel sajnos nincs más ellenszer a vírusnak, és mind a három gyerekünk be van oltva. Miskolcon naponta csak nem 1000 injekciót adnak be, a többség a megerősítő dózist veszi fel. Most jelenleg azt észleljük, hogy fiatalabbak, a fiatalabb generáció érkezik harmadik oltásra, illetve vannak természetesen még első-második oltások is. Továbbá az 5-11 éves korosztály oltása is ugye megkezdődött december 15-én, és azóta szép számmal érkeznek ők is. A beoltottak száma már meghaladja a 6.304.000-et, közülük több mint 6.050.000-en megkapták a második, csak nem 3.322.000-en pedig a harmadik oltást is. Egy nap alatt csak nem 9.000 új fertőzöttet regisztráltak, és 73 koronavírusos beteg vesztette életét. Több mint 2.600 ember ápolnak kórházban, akik közül 243-an vannak lélegeztetőgépen. Ma délután, holnap pedig egész nap országszerte több mint 200 kórházban és járásközponti szakrendelőben előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval lehet felvenni az injekciót. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az M1-en arról beszélt, az Omikron az eddigi leggyorsabban terjedő koronavírus variáns, ezért a következő napokban várhatóan jelentősen megemelkedik majd az új fertőzöttek száma. A kétszereződési, tehát a duplázódási ideje az egy-másfél nap, tehát várható, hogy akár robbanásszerű esetszámemelkedést fogunk tapasztalni. Ugye az elmúlt évben, az év vége felé, a 47. héten ért el a negyedik hullám a járványcsúcsát, utána egy folyamatos esetszám szint csökkenést tapasztaltunk 51.-52. héten, de itt az elmúlt hetekben, illetve napokban már látjuk, hogy szinte napról napra akár duplázódik is az eseteknek a száma. Hozzátette, mivel az Omikron variánsnál a tünetek rövidebb ideig tartanak, mint a korábbi mutáció, a karantén kötelezettség 7 napra csökkent, amely negatív teszttel lerövidíthető 5 napra.